1957-ben Lúcia nővér egy interjúban ezeket mondta. A boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben élünk, a rózsafüzérimának különleges hatékonyságot esdett ki Istennél. Olyat, hogy nincs ez a probléma az evilági vagy a szellemi életben, akár a családi vagy a közösségi létben, a népek és nemzetek sorsában, amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani. Ismétlem, hogy nincs olyan probléma, bármilyen súlyos, világi vagy egyházi probléma, melyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk orvosolni. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat megvigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni. Idézet vége. Lúcia nővér ezen megfogalmazása minden bizonnyal a rózsafüzér legszebb apológiája. A szentolvasó kétségkívül a leghatásosabb ima, természetesen a Szent Mise, a breviárium, a papi zsolozsmán kívül. Azt azért el kell mondani, hogy egyes egyháziak puszta ökumenis gondolkodásból mellőzik a rózsafüzérezést. Pedig a rózsafüzér kifejezetten evangéliumi elmélkedés, hiszen végigveszi Úrunk életének azon titkait, amelyeket a liturgia ünnepel, nyomon követve a boldogságos szűzanya szerepét. Lúcia később más körülmények kapcsán így nyilatkozott. Isten és a szűzanya mindenkinél jobban tudják, mire van szükségünk a hit, a remény és a szeretet megtartásában. Még azok számára is, akik nem tudnak vagy nem képesek elmélkedni, már a rózsafüzér kézbevételének mozdulatával is Istenre gondolnak. S amikor megemlíti Krisztus életének egy-egy titkát, már emlékeznek is rá, és ezáltal a hit halvány fénye pislákoló lángként kigyúl a lélekben, mely a lélek mélyén még megvolt a Szent Keresztség által. De sajnos azok, akik nem imádkozzák a rózsafüzért, és Szent Misén sem vesznek részt rendszeresen, azoknak nincs, ami táplálja a lelküket, és könnyen elvesznek a földi élet anyagiasságában. Ó, rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, és árazd szeretetlángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen.